Antiszemitizmus. Frakcióvezető úr, ön egy egykori zsidó család elkobzott villájában él. Oda jár haza esténként. Ha lett volna kárpótlás, frakcióvezető úr, ön ma hajléktalan lenne, vagy hogyha lembőlne némi becsület, legalább nem venné a szájára ezt a szót. És nem használná politikai eszközként. Harag Péter képviselőtársam utalta arra, hogy tudja-e, nem tudom, föltűnte, tudja-e, minek van ma az évfordulója, frakcióvezető úr? 12. éves az öszödi beszéd nyilvánosságra kerülése, amikor Magyarország megismerhette az ön valódi arcát. Ugyanis ön úgy nyert választást, hogy becsapta a magyarokat, meghamisította a költségvetési számokat, hazudott nekik reggel, éjjel, meg este. Ön mondta, frakcióvezető úr. A helyzet az, hogy említette a jogállamiság kérdését. Tisztelt frakcióvezető úr, ön volt a miniszterelnök, amikor lovas rohamot vezényeltek a magyarok ellen, szemeket lövettek ki, és nőket vertek meg Magyarországon a főváros utcáin. Frakcióvezető úr! Kisebbségi jogok. Hogy itt nem életen nagyos nyugalmat tanúsítson, hanem kicsit nagyobbat, mint a mekkorák önök. Az ön kormányzása alatt neonáci csoportok gyűléseket tarthattak a Hősök terén, ez az Orbán kormány alatt már nem volt így. Az ön kormányzása alatt történtek a roma gyilkosságok, mert képtelen volt uralni az országban a közbiztonságot, és az ön kormányzásához kötődnek a szélsőséges várban tartott gyülebészetek is. Na de, korrupció. Frakcióvezető úr, amikor ön volt a miniszterelnök, az ön cégének a magyar villamos művek olcsóban adta az áramot. Maga beszél korrupcióról. Frakcióvezető úr, de mondjuk ki a vita lényegét. Frakcióvezető úr, a valóság az, hogy önnek a bevándorlással van baja. A bevándorlás politikánkkal van baja, az ön vitája is onnan ered, és tudja, hogy miért? Azért van ez így, frakcióvezető úr, mert ön gyűlöli a magyarokat, és azt is megmondom önnek, hogy hogyan. És hogyan járt el ellenük? Amikor, frakcióvezető úr, a bevándorlók beengedésére buzdít, egyidejűleg uszítja a társadalmat, a saját híveit a határon túli magyarok ellen. Ezt teszi, frakcióvezető. Gyűlöletkampányt folytat évek óta ellenük, 2004-re már nem is szeretnék utalni, és amikor a bevándorlásról van szó, vagy az akörüli vitákról, akkor ön aláírásgyűjtést kezdeményez, 2015-re gondolok, hogy elfogadja Magyarország az uniós kvótát. Önnek ma is a legnagyobb vitája velünk szemben a bevándorlás körül mozog. Az a helyzet, frakcióvezető úr, hogy ön azt ígérte nekünk 2018 márciusában, hogy bizonyítani fogja, hogy Röszke 2-nél ünneplő tömeg érkezett a határa, akiket a rendőrök brutálisan megvertek. Az a helyzet, frakcióvezető úr, hogy maga eladósította a magyarokat. Az a helyzet, frakcióvezető úr, hogy munkanélkülivé tette magyarok százezreit, és az a helyzet, frakcióvezető úr, hogy az, amiben mi hiszünk, a keresztény kultúra védelmében, abban ön sohasem hitt. És az a lényeg, frakcióvezető úr, ami ennél a legszomorúbb, a még szomorúbb, hogy ön a választási eredményt nem tudja tudomásul venni. Háromszor küldték oda a választók olyan messzire a kormányzástól, amilyen messzire csak lehet. Frakcióvezető úr, én a szenvedélyes és sértő, gyalászkodó hozzászólását, amit miniszterelnök és a mi politikai közösségünkkel szemben is intézett, azért is utasítom vissza, mert ha ül a Magyar Országgyűlésben olyan ember, akinek egyáltalán lenne morális alapja, vagy nem lenne morális alapja a szólással emelkedni, az éppen ön, frakcióvezető úr.